Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák Előd, képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője. Vétózzuk meg a NATO bővítést, hogy a kormányfői ígérethez hülyen nem mi legyünk az utolsó ország, amely jóvá hagyja Svédország csatlakozását címmel. Ennyi a szó, Novák képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, jelenlévő, inkább ellenzéki tagjai. Egy kormánypárti obstrukcióval és munkakerüléssel állunk szemben, ennek a szemtanúi vagyunk. A kormány sincs a helyén, mint azt láthatjuk, pedig törvényi előírás, hogy a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére az országgyűlést össze kell hívni. Azt is előírja a törvény, hogy a képviselő az országgyűlés szavazásain, mint most a napirend elfogadása is lesz, kötelező jelen lenni. Ezáltal maga a házelnök is törvénysértést követel. No persze bírságtól, több millió forintos bírságtól nem kell tartson, ő, hát nem hogy Kövér László, de hát a többi fideszes képviselő sem, hiszen frakció vezetőjük rossz szokásuk szerint egy tolvonással igazoltnak nyilváníthatja a hiányzást, úgymond halaszthatatlan közfeladatokat látnak el, talán egy újabb pedofil bűnözés ügyében érintett személy szabadon engedéséért lobbiznak államfőjüknél. Nem tudom, hogy mit tekintenek halaszthatatlan közéleti feladatuknak, de hogy nincsenek itt, azt látjuk. Pedig abban bízom, hogy amióta sikerült véget vetnünk a politikusi álláshalmozásnak, ami eddigi talán legnagyobb parlamenti sikerem volt, hiszen hosszú évek után 2014-re végre megvalósult az, hogy egy országgyűlési képviselő ne lehessen mellette még mondjuk polgármester, meg megyei, vármegyei közgyűlési képviselő is például. És bár a jogszabály most már lehetőséget biztosítana, hogy főállásban országgyűlési képviselők legyenek, és ellássák tisztességgel a feladatukat, nincsenek itt, megfutamodnak, a törvényre is fittyet hányhatnak, törvényi kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A kormányfő Orbán Viktor azt ígérte, hogy nem mi leszünk az utolsó ország, amely ratifikálja Svédország NATO csatlakozását. Ebből az ígéret szegésnek tűnő helyzetből egyetlen egy kiút van, amit én most tárcán kínálok mégis a kormánypártoknak, hogy vétózzuk meg Svédország NATO csatlakozását, ami a harmadik világháború felé tett lépés is volna, hogyha erre a vétóra nem kerül sor. Ebben az esetben Törökország maradna az utolsó természetesen, amelyik jóvá hagyta Svédország NATO csatlakozását. Az USA által irányított, vezetett háborús őrület már nem csak nemzetközi szinten tombol, magával ragadta a magyar kormányt is sajnos, pedig a béke, a semlegességünk, a függetlenségünk a legfontosabb értékek közé kellene tartozzon. A világháború elkerülése érdekében a NATO bővítés magyar vétójára volna szükség, amit azért szorgalmaz immár sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk mozgalom, mert a világháború felé tett újabb lépés provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország közelében, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem, vagy csak alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges úgynevezett puffer zóna. Korábban északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, míg Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna. Svédország érdeke is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. A Mi Hazánk mozgalommal szövetséges párt, az Alternatíva Svédországért elnöke is azt kérte, hogy Magyarország ne engedje be országukat a NATO-ba, mert ahogy fogalmaztak, csak a globalista báb kormányuk próbálja függetlenségük feladásával bevinni őket e katonai szövetségbe, hogy háborút vívhassanak az USA érdekében. Igen, tisztelt nagykövet úr, az önök érdekében. 200 évig semlegesek voltak, aztán a politikusok úgy döntöttek, hogy ezt mindenféle vita vagy népszavazás nélkül megszüntetik. Komoly közfelháborodást váltott ki a fideszes szavazók körében is a Finnországgal való NATO bővítés nagykoalíciós megszavazása. Most már ne tetézzék a bajt. Hogy a Momentum svéd állampolgárságát eltitkoló képviselője a svéd kormány érdekei mentén interpellál a magyar országgyűlésben, az nem meglepő, de a magyar kormánynak a magyar érdekeket kéne előtérbe helyeznie, nem pedig az idegenekét. És tisztelt országgyűlés, 50 milliárd euróval fogja támogatni Ukrajnát az Európai Unió. Ezt Orbán Viktor is megszavazta gyalázatos módon. Most olyan kávézgatós távolmaradás sem volt a szavazástól, mint Ukrajna EU csatlakozásának megindítása ügyében, mely az unió végét is jelentheti persze.
Ukrajna korrupt vezetése nyilvánvalóan örül az újabb ellopható milliárdoknak, sőt, hát a Momentumnak valamelyik elnöke nyilatkozta, idézem, Magyarország miniszterelnöke végre helyesen döntött, amikor megszavazta az ukrán honvédő háború támogatását. És bizony, Orbán Viktor most nyíltan átállt azokhoz, akiket eddig legalább szóban ostorozott. Végleg elárulta Magyarországot és Európát minden ígéretével ellentétben, végül egy kis jogállami alamizsnáért, amely pénzeknek jelentős része majd a NER közeli milliárdosokhoz megy, feladta Magyarország és az európai érdekeit. Ehhez nem asszisztál a Mi Hazánk mozgalom. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Novák elő képviselő úr. A kormány nevében senki nem kíván válaszolni az elhangzottakra.